A 150 éves József András Múzeum számtalan intézménnyel és szervezettel kötött az elmúlt esztendőben együttműködési megállapodást, többek között az első nyíregyházi Lions Klubbal is. Ennek keretében vállalta a 100 éves nemzetközi karitatív szervezet helyi tagsága, hogy jó oroszlánok módjára meggyógyítják a sérült nyíregyházi sörényest. Számítógépes látványtervezés és prototípus gyártás után kezdtek munkához. Vannak nekünk olyan munkatársaink, akiknek a segítségével sikerült megszervezni ezt a munkát, és hát egy pesti baráti cég segítségével megtörtént ennek a mancsnak a beszkennelése, mármint hogy az ép mancsnak a beszkennelése, egy 3D-s nyomtatóval kinyomtatták a mintadarabot, egy nyíregyházi, illetve bocsánat, egy kisvárdai öntödében kiöntötték, és egy nyíregyházi vállalkozó egy idős szaki tulajdonképpen megcsiszolta olyanra, hogy pontosan odailleszkedjék. A múzeum munkatársai aztán az utolsó munkafázisban pontosan olyan patinás színűvé varázsolták az oroszlán lábát, mint amilyen eredeti állapotában volt. Így lovagolhatják meg a jövőben a gyerekek, és simogathatják meg egy sikeres nap reményében a középiskolások. De a múlt nyomába is eredtek a közgyűjtemény történészei, és tájékoztatták arról a nagy érteműt, hogy Balkányból, Kecskés pusztáról, Gencsi Ferenc altábornagy sírhelyéről kerültek az oroszlánok a múzeumba. 1954-ben került a József András Múzeumba gyűjteményébe az oroszlán, mégpedig 4 darab. 2 ide a József András Múzeum elé helyeztünk ki, az 1970-es években, másik 2 pedig a Beregi Múzeumnak az előterébe, múzeum elét, mégpedig Vásárosnaményba. A vélhetően munkácson öntött 4 iker oroszlán ezen a héten együtt látható a 150 éves József András Múzeumban, majd a vendégpár visszakerül Vásárosnaményba. Május 25-én pénteken ünneplik a nyíregyházi múzeológusok a régészet napját. Egy ásatás látogatást terveztünk itt a közelben folyó ásatások megtekintésére, méghozzá a Nyíregyháza nyugati elkerülőhöz kapcsolódó területen, ahol a kollégák jelenleg is dolgoznak. És úgy gondoltuk, hogy talán ez lenne a legalkalmasabb helyszín és pillanat bemutatni, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoznak a régészek. A múzeum honlapján megtalálható a pontos helyszín, a program, illetve a szervezők itt várják a regisztrációt is. Lehetőség lesz busszal, kerékpárral, illetve egyéni úton is megtekinteni az ásatás helyszínét, ahol 1600 éves Szarmata település nyomaira bukkantak a József András Múzeum munkatársai.